A négy aranyéremmel záruló hazai rendezésű feredpályás országos bajnokság óta a szabadtéri szezonra készülnek a nyíregyházi atléták. A dobószakák képviselői ebben az évben nem voltak külföldi edzőtáborban, a Tiszavasvári úti atlétikai centrumban minden feltétel adott a minőségi munkához. Csak úgy, mint az elmúlt években, ebben a szezonban is a diszkoszvető Szikszai Róberttől, a súlylökő Tóth Balástól és a Szombathelyen készülő, de nyíregyházi színekben versenyző diszkoszvető Kerekes Dórától várják a kiemelkedő eredményeket a szakák vezetői. A legnagyobb elvárás Szikszai Róberttől várjuk, ugye neki már szintje van a világbajnokságra, illetve az Európa bajnokságra. Az, hogy hová fogják vinni, az majd a pillanatnyi formától fog. Az dönti el, hogy milyen állapotban vagyunk. A lányomnak, Dórikának az EB a cél. Most egész jó állapotban ő is. A hétvégén versenyez fog Veszprémbe. Meglátjuk, hogy hol tartunk. Balázs az sajnos egy kicsit még messze van a nemzetközi mezőnytől. Az idén ugye már túl vagyunk a főversenyen, a Doba Európa kupán, ahol 8. helyezést ért el, és most a fő cél a magyar bajnokság. A 66 méter 93 cm-es egyéni csúccsal rendelkező Szikszai Róbert az Európa-bajnokság mellett gyémántliga versenyeken is indul majd a nyári versenyidőszakban. A 28 éves atléta szeretné átlépni a 70 méteres államhatárt. Jó állapotban vagyok, jól mennek az edzések. Azért most már 65-66 métert is dobtam edzésen. Megvan ugye az EB-VB szint, nem kell görcsölnünk azon, hogy a szintet minél hamarabb elérni, így nyugodtan lehet készülni egész évben. Az Európa-bajnokságot jelöltük meg fővesennek augusztusban. Ott úgy gondolom, hogy 62-63 méteres dobással döntőbe lehet kerülni, ugye az lenne az első cél, aztán ott, ami sikerül. A VB-re én úgy tudom, hogy nem indulhatunk, a magyar csapat nem indulhat, mivel túl közel van az EB-hez. Ha mégis indulhatunk, akkor az mindenféleképpen egy ilyen felkészülési verseny lenne. Tóth Balázs a hazai versenyekre koncentrál majd, a feredpálya után szabadtéren is szeretné megszerezni a magyar bajnoki címet. Méterre, 19 métert jelöltem ki magamnak igazából idénre és úgy általánosságban. Nyilván, hogyha ezt sikerül hamarabb átlépni, akkor készülök a következőre, akkor egy újabb célkitűzés lesz. Júniusban lesz majd a felnőtt magyar bajnokság, arra az lesz most a főversenyem idén, arra készülök. A jövő hét végén mindhárom dobót lesz a csapatbajnokság keleti elődöntőjében, ahol a korábbi évekkel ellentétben nem vegyes csapatok versenyeznek. A nyíregyházi sportcentrumot közel 50 atléta képviseli majd Miskolcon.